Nagyon jó lett, szép lett. Sokáig gondot jelentett a Baross utcán élők számára ennek a járdaszakasznak a minősége. Most azonban az önkormányzatnak köszönhetően megoldódott ez a probléma, és elhárult a baleset veszély. Nyugodtan, biztonságosan közlekedhetnek az itt lakók és az erre járók is ezen a környéken. A Baross utcának a járdáját egy korábbi pályázatban egy bizonyos mértékig elkészítették, még ennyi híja maradt annak idején, annak a pályázatnak, és tulajdonképpen ennek a pályázatnak a folytatásaként egészen a Vasút utcáig elkészült a járda felújítása, az aszfaltozása, és ezen kívül, a Barosúti járda felújításán kívül pedig még a Pap Béla utca, Szondi és a Szivárvány utca közötti szakaszát terveztük meg annak idején elkészítésre, és a tegnapi napon az is elkészült nagyon jó minőségben. Itt. Karcagi Nagy Zoltán elmondta, hogy szegéllyel teljes aszfalttal beöntve készült el az új járda, úgyhogy a közlekedők és az itt lakók teljes megelégedettségére szolgálhat. Az utcában élők nagyon örülnek annak, hogy megújult ez a járda szakasz. Egy ott lakó hölgyet megkérdeztünk, milyen volt a járda állapota a felújítás előtt. Nagyon rossz, főleg az a részén nagyon el volt már. Nem is lehetett biciklivel menni, mert hát nem volt jó, de most már nagyon szép. Képviselő úr hozzátette, a környéken számos fontos beruházás és fejlesztés is megvalósult az elmúlt időszakban. Marosúti Zugban szennyvíz-gerinc vezeték építése történt meg, és az már nagyon szépen be van fejezve, az út vissza van állítva az eredeti állapotára, illetve itt a Baross útnak az egyik zuga, ahol a Morgócsárdához közel, ott is szennyvíz-gerinc vezeték építése történt, és nagyon kevés utolsó simítások híja van a beruházásnak, hiszen a gerincvezeték már be lett építve, a lakosok rákötöttek, és tulajdonképpen az út alapnak a visszarendezése van még folyamatban, de ígéretet kaptunk rá, hogy az is hamarosan el fog készülni. Karcagi Nagy Zoltán elmondta, a munka nem állhat meg. A lakosok pedig nyugodtan forduljanak hozzá és az önkormányzathoz, ha segítségre van szükségük. A következő időszakban folytatják a körzetben lévő hiányosságok pótlását, az utak javítását, az árkok tisztítását és a járdák rendbetételét.